Szerdán kezdődik a szociális hét, ahol bemutatkoznak a szektorban dolgozók, és aktualitásokról hangzanak el szakmai előadások. A szervező idén a Féhe Nonprofit Kft. Alapvetően két célja van ezeknek a szociális napoknak. Az egyik az ismeretbővítés, a szakemberek közötti tapasztalatcsere, a másik meg az, hogy a lakosság felé egy picit megnyissuk a szociális szférát, és megmutassuk a város, illetve a megye lakosainak azt, hogy mi az a feladat, mi az a tevékenység, amit mi végzünk. Amit még nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, az az, hogy igazán akkor tudunk büszkék lenni arra, amit csinálunk, hogyha meg tudjuk mutatni az eredményeket, és ennek egy nagyon szép példája az első Vas és Zala megyei foglalkoztatási vásár, ami a rendezvény sorozat programjai között szerepel. A programsorozatot idén 26. alkalommal rendezik meg, az utóbbi két évben csak online tanácskozásra volt lehetőség, most viszont ismét személyesen lehet majd látogatni a programokat és előadásokat. Erről tartottak sajtótájékoztatót hétfőn. Én a legfontosabb üzenetet szeretném tolmácsolni ezen a sajtótájékoztatón és a szombathelyek felé, hogy figyeljünk egymásra. Nagyon nehéz időszak jön, és nagyon sok olyan élethelyzet lesz, ami a szociális szektorba is kihívás elé fogja állítani az egész ellátórendszert és az egyéni sorsok kezelésébe is nagyon fontos szerep. Hárul mind az önkormányzatra, mind az intézményeinkre, cégeinkre, mind az együttműködő szervezetekre, de azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos szerepe van a közösségeknek is. A programsorozaton többek között Zaher Gábor toxikológus is előadást tart Mindennapi függőségeink címmel, Steigerwald Krisztián generációkutató pedig a különböző nemzedékek közötti kommunikációról beszél. Szó lesz az aktív időskorról, a krízis időszakról, és nyílt napot tartanak a Zanati úti hajléktalan szállón. A szociális hetet díjátadó ünnepséggel zárják pénteken, ahol a szociális területen dolgozóknak adnak át kitüntetést. A programokról bővebben a szociálishét.hu weboldalon olvashatnak.